A köz- és civil szféra szereplői ültek egy asztalhoz Szekszárdon, ugyanis egy megbeszélést szervezett a Dunamenti Polgári Egyesület által működtetett Tolna vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. Berta Zoltán elnök elmondta, hogy a vármegyében nagyjából 1600 bejegyzett szervezet van, ennek közel felével tart kapcsolatot a központ. Sokrétű volt a mai napunk, hiszen a közszféra részéről inkább a lehetőségek hangzottak el, hogy mit tud akár a megyei, vármegyei kormányhivatal, vagy a megyei, vármegyei önkormányzat nyújtani, mit tudnak az intézmények, mint például a Babics Kulturális Központ, vagy mit tud egy önkormányzat, akár a dombovári, tolnai, szekszárdi, hiszen mindegyik képviselője jelen volt, nyújtani a civilek számára. A civilek pedig azt fogalmazták meg, hogy ők hogyan tudnak bekapcsolódni egy-egy település életében. Több esetben megfogalmazódott az, hogy tudnák még tovább színesíteni az együttműködést. Az elnök szerint szorgalmazni kellene az egyesületek között az együttműködést, hozzátette, erre kiváló példa Dombóváron a civil tanács, amely évente 3 nagyvárosi programot rendez, emellett a szervezet dönt az önkormányzat által biztosított civil támogatás felosztásáról is. Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, rendkívül fontos az egyesületek munkája. A civilekről elmondható az, hogy ők azok az emberek, akik a szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy gyakorlatilag fizetés nélkül olyan tevékenységet végezzenek, amivel értéket teremtenek, és miközben értéket teremtenek a szűkebb közösségükben, ezáltal értéket teremtenek a településükön, ezáltal értéket adnak és teremtenek Tolna vármegyének, és azt gondolom, hogy hazánk fejlődését is így módon szolgálják. Az alelnök hozzátette, hogy a jövőben szeretnék még szorosabbra fűzni a kapcsolatot a vármegyében működő civil szervezetekkel.